Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Teli hold! 2024. július 21-én ugyanolyan teli holdunk lesz, mint júniusban, teli hold a bakban. Ez különleges, ez egyedi dolog, ez ritka dolog. Érdemes megnézni, meghallgatni a júniusi teli hold videókat, ott egy picikét részletesebben mondom el a dolgokat, tehát ugyanolyan energiát fogunk érezni, ugyanazok a szférák lesznek érintettek. A teliholdnak a hatását érezhetjük 2 hétig, de akár 1 hónapig is. Valamit befejez a telihold, valamit megmutat nekünk, valamit kivilágít. Most is érdemes 3 kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és természetesen a holdjegyet is. Rák, ismét, mint júniusban, itt is a 7-es ház érintett. Fontos a 7-es ház, az egyik legfontosabb, az 1-es, 7-es, 4-es, 10-es, és ugye a rák szemben van a bakkal. Ha a bak életében történik valamilyen fontos esemény, tehát azt megérzi a rák is. Ha a rák életében történik valamilyen fontos esemény, azt a bak is megérzi. Na de nézzük, 7-es ház. A partnerek háza. A házastárs, az üzleti partner, a szerelmi partner, tehát a többiek ide tartoznak, az ellenség is ide tartozik. Na mi van itt? Erő. Ó, erősek leszünk, ó, bátrak leszünk, le tudjuk győzni az ellenséget, igen, meg tudunk birkózni a partnerekkel, igen, igen. Valamit meg tudunk beszélni. Egyébként ez nem fizikai erő, ez ilyen puha erő, ez ilyen finom erő, ez akarat erő, ez az ész ereje. Egyszerűen a rák a karizmájával el tudja érni a dolgokat. Megyünk tovább. Megszabadulhatunk tényleg valamitől. Például egy toxikus partnerségtől meg tudunk szabadulni. Lesz itt akaraterő. Lesz itt erő ezt megtenni. És a teli hold is segít. És a hold mennyire szereti a rákokat. Nos, a lovak, és kardok. Nagyon gyors ez a lovag. Gyorsan vágtat, gyorsan itt alakulhatnak az események. Tehát a hold is gyors. Egyszer teli hold, pár nap múlva észre se veszük, és már új holdunk van. Tehát ugye gyorsan. Tehát itt is lehet látni, hogy mennyire gyorsan változik az alakja a holdnak. Egyszer ilyen, egyszer olyan, egyszer amolyan. Nos, tehát ez a lovag is ilyen gyors. Kardok, információ, a teli hold is ad nekünk információt, valamilyen titkot is akár megtudhatunk a partnerünkről, például. A lovag hoz híreket, tehát megint, mint a teli hold. Egyébként utazás is lehet itt. Ami negatívum, hogy ez a lovag is szokott üzenni kis konfliktust, kis szurkálódást, pletykát, vitát is, igen, szokott mutatni, és ugye itt a partnerek érintve vannak, ugye 7-es ház, na de megyünk tovább, 4-es, föld energia, a baknak az energiája, 4-es. A 4-es stabilitást mutat nekünk, stabil anyagi helyzetet például, mert pénzes kártya. Tehát pénz lesz. Lehet, hogy váratlan pénzt kapunk. Mert a lovag gyors kártya, váratlan kártya, váratlan pénz. Nem várt pénzt kaphatunk. Lehet, egy partner fog minket szponzorálni, de pénz áll a házhoz. Figyelmeztet is egyben ez a kártya, például, hogy vigyázzunk is a pénzünkre. Ha kölcsön adunk, nem biztos, hogy visszakapjuk azt a pénzt.
Na nézzük ezt a kártyapaklit. Egyébként a két kártyapakli egyforma, ugyanaz az álmok tarotja, csak ez egy kisebb variáció. Na nézzük, mit mond nekünk. És megint pénz. És megint pénz. Tehát lesz pénz. A kártyapakli alján is egy pénzes kártya, egy kettes. Ez viszont tízes. Az egyik legcsodálatosabb pénzes kártya, az egyik legerősebb pénzes kártya, az aranyeső, azt szoktam mondani, a bőség kártyája, a tízes, az utolsó szám, végre célba értünk, a teli hold is segít nekünk, ugye végre valahára célba érni, valamit befejezni. Nos, tehát ez egy nagyon-nagyon jó, milyen dolog? Értékes dolog. Értékes dolog. Az érmék értékeket is mutatnak. Jó kis pénz összeget is kaphatunk. Lehet egy partnerségből jó pénzt fog. Jó pénzt fog hozni egy partnerség. Végre valahára fogjuk látni az eredményt. A család kártyája is. Lehet egy sikeres egy családi vállalkozás, a családdal együtt elutazunk valahova. Lehet valaki kifizeti nekünk azt az utazást. Valamilyen értékes dolgot vehetünk, aminek az egész család fog örülni. Nagyon jó, nagyon jó. Ó, van itt bőség, bőven. Na nézzük meg a levelet. Mit üzen a teli hold? Még külön egy levél a teli holdtól. Ötös, és ez is egy pénzes kártya. Egy pénzes kártya. Nem hiába kijött nekünk ez a négyes, hogy azért vigyázzunk is a pénzünkre. Kölcsön adunk, nem biztos, hogy visszakapjuk. Ez az ötös, hát ez... Ha azt mondtam, hogy a tízes az egyik legjobb pénzes kártya, hát ez a legrosszabb pénzes kártya. Kimondottan, ha pénzről beszélünk. Jó, úgyhogy vigyázzunk a pénzünkre, az értékeinkre. Megyünk tovább, és apród, megint pénz. És megint pénz. Például az apródok gyermekeket is mutatnak. Pénzkiadás a gyermekekre? Hát igen, ilyen az élet. De az apród mutat itt valamilyen jó lehetőséget is. Olyan lehetőség, ami persze itt még gyermekcipőben jár, ez még kis pénz, de ami kinövi magát, és fog hozni nagy pénzt. Tehát ez a tízes nekünk megmutatta. Lehet ez egy sikeres partnerség lesz, de pénzt fog hozni, tehát pénz áll a házhoz. És milyen érdekes itt 1, 2, 3, 4 darab pénzes kártya. Tehát a pénz körül fog forogni az életünk, a világ. Hát legyen pozitív. Azért én szeretném még megnézni ezt az ötöst. A kis boszorkányok mit mondanak? Nézzük csak meg ezt az ötöst. Na, mi van itt? És megint pénz. Ez viszont egy nagyon jó kis kártya. Király. Egyébként lehet bak. Lehet akár kos is, ha kost mondtam. Bika vagy szűz, aki például segít nekünk anyagilag, lehet segít nekünk megoldani egy anyagi problémát. Tehát ennek a királynak van pénze. Tehát nagyon pénzes ez a kirakás. Tényleg sok pénze van. Tehát a tízes az egyik legjobb kártya, legjobb pénzes kártya, amúgy is a legjobb kártya. A király is a legjobb, az egyik legjobb kártya, az egyik legerősebb pénzes kártya. Hanem a legerősebb. Ugye itt lehet még vitatkozni, hogy melyik az erősebb, az ász vagy a király. Tehát ez már egyénileg kell nézni, hogy mi van a kirakásban. Tehát a királynak van pénze, megbízható egyébként, ő nagyon megbízható személy, ez a király. És ugye itt a partnerek, tehát lesz egy megbízható partnerünk.
Pénz? Pénz áll a házhoz. Hát legyen így. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!